Jó napot kívánok, kedves nézőink! Mai Monstre éjfélig tartó élő műsorunkkal műsorvezető társam Plónyai Zente is itt lesz hamarosan, de ő még a büfében van, mert nagy a sor. Hát, kérem tisztelet, lesz itt ma minden élő körkapcsolás, stúdió vendégek, zene, tánc, és persze kapcsoljuk a Szoba TV, Kábel TV csatornát is, ahonnan szintén élő műsorra jelentkeznek. Na, vágjunk is bele, első vendégünk, Tüzesi Richard pirotechnikai szakember. Hát, Richard, a felmérések szerint körültekintőek a magyar emberek a petárda és tűzijáték használatának tekintetében? Hát, hogyha vicces akarok lenni, akkor azt mondom, hogy hány ilyen ember van, az sajnos már csak egy kezemen tudom megszámolni. Ejj, minden itt neki ez vicces lesz. Mire kell vigyáznunk a petárda és tűzijáték vásárlásakor? A vásárláskor még semmire. De használat közben már igen, elég, ha csak a fejemre néz. Szoktam is mondani, hogy ha sietek, hogy egyik fülem itt, a másikot. Lényeg, hogy mindig megbízható helyről vásároljunk. Honnan lehet felismerni, ha illegális petárdaárus jön velünk szembe? Már a kérdés megfogalmazása is jó, hiszen nem velünk szembe jön, hanem felettünk húz el. Például ne vásároljunk olyan helyről, ami mindig nyitva van. Az ilyen boltok nem lehetnek non-stop nyitva? Lehetnek, de én a tetőre gondoltam. Jajátok. Az is nagyon fontos, hogy a vásárlás végén a számlát ne a saját nevünkre kérjük. No, csak ez miért fontos? Én tapasztalatból mondom, hogy a hibás petárdák eladása után már nem a vevő szokott visszamenni reklamálni. Igen, igen. Hát igen, igen, kérem. Végzetül, mint magánembert kérdem, hol tölti a szilvesztert, mit fog csinálni? Valószínűleg iszogatok, meg majd zenét hallgatok. Igen, és kik a kedvenc együttesei? A Dinamit és a TNT. Hát, kedves nézőink! Ilyen vidám, vidám lesz ez a mai nap, úgyhogy most kapcsoljuk is első helyszínünket, ahol tudósítónk Alkalmatlan Gábor jelentkezik. Dormány Szamócáról. Szia, Gábor, hallasz minket? Nem. Ha nem hallasz, akkor hogy tudtál a kérdésemre válaszolni? Basszus, lebuktam. Szervusztok, köszöntöm a kedves nézőket innen Sükösdről. Bocsánat, neked nem Dormány Szamócán kéne lenned? Nem Pilistén. Gábor, itt áll? Nem, én itt állok. Hol? Dunapotányban. Az hol van? Nógrádpalogyán. Nem külön téren? De. Na, akkor kezd el a tudósítást, jó? Hát ennyi nem volt elég, akkor felőlem mehet. Nosza. Menjek át Noszára, mert az 200 kilométer innen. Tudod, hová menj inkább? Hová? Arra a helyre, ahonnan a legnagyobb bánatunkra a világra jöttél. Balmaszkeretje? Nem, anyukádba. Kedves nézőink, akkor kapcsolunk egy másik helyszínt, konkrétan Pörözdét, ahol Agilis Tamás várja, hogy jelentkezzen. Szervusz, Tamás! Szervusztok, köszönöm a kedves nézőket! Itt Pörözdén igazán kultúrált körülmények között zajlik a szilveszteri utcabál. Az emberek teázgatnak, beszélgetnek, van, aki verset mond, és van, aki Gogol műveiből olvas fel részleteket. A falu főterét a józanság, a kultúra és a többi ember felé irányuló szeretet lengi át. Igazi meghittséget árasztva a mindennapi élet. Okozta szürkességbe, elnézést, legyenek egy kicsit távolabb, menni a mikrofontól. Igen, köszönöm. Köszönöm szépen. És közben, kedves nézőink, már itt áll mellettem a falu polgármestere Korrupt Tibor. Korhut. Bocsánat, Korhut Tibor. Zoltán. Bocsánat, tehát Korhut Zoltán polgármester. Hentes. Vagyis Korhut Zoltán hentes. És polgármester. És ne maradjon most szivat? Hát... Nem volt tervben, de kiharcolta. Polgármester úr, elöljáróban mondjon néhány szót a településről. A településünk immáron 800 éves, mai arculatát a tatárjárás idején nyerte el, amikor a mongolok mindent felgyújtottak. Hát, legnagyobb látványosságunk egy középkori templom, valamint a Lippai Renáta lánya, aki egyben híresség is, hiszen szerepelt az idei való világban, ahol rögtön be is bizonyította a régi mondást, miszerint nem a ruha teszi az embert. A Pörözde híres még a termálvizéről is, melyet zalakaros róhozatunk, mert nekünk nincsen. Pörözde nevezetes szülötte Kakvai Tíme a influencer és műkörmös, valamint Bondorlaki Zoltán, más nevén Horgász Tibó mulatós zenész, ugye rendszeres szereplője a Puszit küldök mindenkinek futárral Devla Lé című műsornak, és hát olyan slágerek szerzője és előadója, mint a Alom Alom Sashalom,
aztán a Buliz velem temetés után, vagy éppen a Zsamó Zsasé kitépem a májadat című dalok. Ébren maradt nézőink kedvéért, kérem, mondja el, milyen programok várják a helyieket szilveszter napján? Igen, a helyi népdalkör már lázasan készülődik az öltözőben, melynek kulcsa közkívánatra már a bányatóban van. Aztán fellép még Tóth Gabi. Szóval fellép még Tóth Gabi és Tóth Vera. Igazi szerencse, hogy ezzel a gyakori névvel a faluban is találtunk két énekesnőt. Az esti főprogram a színpadon, közkívánatra a bikini lesz. Már csak az a kérdés, hogy melyik lányra adjuk rá ebben a rohadt hidegben. A programsorozat zárásaként éjfél után Áder János beszédét játsszuk le a kivetítőn a pörköltfőző verseny utolsó helyezettjének. Polgármester úr, nagyon szépen köszönjük. Szívesen. Ha még van időnk, egy helyi lakost is mikrofon végre kapunk. Kezicsókolom, elnézést egy pillanatra. Jó napot, lelkem. Hogy tetszenek a programok itt? Ó, hát nagyon, de mi igazából a Fási Ádám miatt vagyunk itt. Ő is fellép? Nem, ő van éppen a tévében, azért jöttünk el otthonról. Akkor most visszakapcsolunk a stúdióba. Itt van velünk Frenák Tamás sztárséf, aki egy igazi hagyományos szilveszteri ételt fog nekünk elkészíteni. Szervusz Tamás, először is hadd gratuláljak, hiszen a budapesti éttermet falára idén végre felkerült az első Michelin csillag. Hogy sikerült ezt elérni? Nagyon jó minőségű nyomtatóval. Milyen ételt fogsz itt nekünk elkészíteni? Hát szarvasgombával töltött bélszint. Ami miből készül? Sertésszűzből, ahogy az éttermemben is. Értem. Akkor inkább felajánljuk ezt a malacot. Legyen inkább szarvasgombával töltött malac. Na, felőlem, ti pénzetek. Igen. Jó, akkor lássuk, az ott szarvasgomba? Igen. Hogyan sikerült ezekben az ínséges időben szarvasgombát szerezned? Agancsot szúrtam a csiperkébe. Értem. Mi az első lépés? Hát először is a húst sózom, borsozom, majd jöhet rá egy kis kapribogyó. Ez milyen kapribogyó? Nem tudom, a kecskét kérdezd, mert tőle van. Egyszer már az éttermedben láttam, ahogy ezt az ételt elkészíted, akkor, ha jól emlékszem, kellett hozzá egy kis menta. Így van, menta kukába, mert elsóztam. Hát a fűszerezés után beletöltjük a malac szájába az előre repirított gombát. Ha megengeded, én is segítek, mert a nézők imádják, amikor a műsorvezető bénázik a konyhában, tehát akkor beletöltjük a gombát. Jól csinálom? Igen, bár az nem a szája. Bocsánat, jó. Tehát belerakjuk a gombát, nem bírom ki, hogy ne kóstolja meg. Jó, finom ez a gomba, eddig ügyes vagyok? Igen, inkább bátor, mert a gomba nem a piacról van. Na most... Ha megvagy vele, akkor az egészet betesszük a sütőbe, és rendelünk egy pizzát, ahogy mindig szoktam. Tamás, köszönjük szépen. És amíg a malac elkészül, jöjjön telefonos játékunk. Van-e már telefonálunk a vonalban? Igen, jó napot kívánok! Salétrom Sándor vagyok, asszonyról. Asszony egy város vagy falu? Egyik se, feleségem. Na. De akkor honnan telefonál? Ja, Nappaliból. De melyik városból? Ja, azt nem tudom, nem vagyunk mink olyan okosak, én kérem, nem tudom, nem tudom. Nem baj, hát a mai játékban ugye szilveszterrel kapcsolatos kérdések lesznek, melyekre válaszolni kell. Jó. Ha helyes a válasz, megyünk tovább a főnyereményért, ha nem, akkor kiesik. Kezdhetjük? Igen, igen, itt van egész vendégsereg, úgyhogy majd segítenek. Jó. Nagyszerű, akkor jöjjön az első kérdés, ez nagyon könnyű lesz. Jó. Milyen ünnepet ülünk december 31-én? Hú, a büdös életbe, ha ezt nem tudom, várj egy pillanat, megkérdezek valakit. Szilveszter, gyere majd egy pillanatra! Nagyszerű, pontosan. Szilveszter, jól mondja. Szilveszter, figyelj, az a kérdés, hogy ma milyen ünnep van. Mi? Jó. Anyák napja, azt mondja a barátom. Már az első válasz jó volt, ne próbálkozzon tovább, nem kell. Igen, hát ez király, hallod? Az volt a jó, hogy anyák napja. Ha nyertünk, közé, mekkora, azt hittem felszabadulás ünnepe. Sándor, nézzük a következő kérdést. Jó. A hagyományok szerint milyen hüvelyes növényből készült ételt kell ennünk szilveszterkor, ami az új évben anyagi gazdagságot hoz a családnak? Ó, hát ez még nehezebb, mint az előző. Ó, segítség kell, pillanat. Lenke, gyere gyorsan! Lencse, így van. Igen.
Nagyon jól játszik, gratulálok. De jó, nagyon jó. Sándor, azzal nyer, ha a következő kérdése is jól válaszol, tessék figyelni, ez viszont már nagyon nehéz lesz. Hú, ezeknél is. Húha, na akkor behívok mindenkit. Zsolti, szólja Pistinek, hogy mindenki gyűjjön be. Jöjjenek. Tehát, melyik az a földrajzi hely, ahol a leghamarabb ünneplik az új évet? Jó, jó, gyertek már, Piri, Kati, ti is gyertek! Így van, Kiribati a helyes válasz, fantasztikusan játszott. Köszönjük szépen, Sándor! Köszönjük a figyelmüket, a viszontlátásra!